Ez az, ismételten elindult a stream. Az Iramtól egy ember cserél, vagy leesett. Nézzünk egy kis viccelődést. Mindenki próbálgatja. Hát Kisza csodálatos lövését láthattuk RPG-vel. Nézzük is meg, hogy Kica hol van, hol tartózkodik. A ponton alattuk volt éppen, tehát alulról telibe vágta RPG-vel a helikopter. Szép lövés volt minden esetre. No, hát ha minden igaz, akkor elindul a következő kör. Az előző propagandakört az Iram 186 nurra, majd 214 nurra hozta. Mivel ez egy nagyobb, könnyebben bejárható, szökhető pálya, gondolom itt azért egy picit föntebb lesz majd ez az arány, tehát talán 200 alá is be fogják hozni, vagy az előző kupán ugye a TDS-től láthattunk már csodát, illetve hát, hogy egy bravúrt vittek véghez, pirosban az Iram, kékben a TDS. Jarez és Godfathernak már van egy halála. Miből? Nem tudni. Nagyszerű. Itt van Eugabes is. Akkor gondolom ő az, aki bejött. Így van, a kupa utolsó
mérkőzésére. Egyébként az összes résztvevő csapatnak, az összes klánvezetőnek, játékosnak, segítőknek, streamelőknek, szervezőknek, adminnak, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy mindnyájuk nevében is köszönhetem, hogy a végén csak sikerült levezényelni ezt a talán Battlefield 4-es utolsó kupát. Meglátjuk, hogy a BF1-nek milyen sorsa lesz. Gondolom e szerint fog majd idővel eldőlni, hogy esetlegesen egy újabb kupát fogunk tudni szervezni, de hát azt gondolom, hogy már BF1-be talán, és nem BF4-be. Persze nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Most viszont az Iran pirosban, kékben a TDS. Nézzük Scorpion Dragont, mit fog csinálni az enemy helikopterrel. Picit remek Scorpion Dragon. Én nem tudom, hogy miért nem lő a kollega. Nem tudom, nem értem Scorpion Dragont, hogy miért nem lő. Bármilyen fegyverrel is. Itt köröz. Köröz a helikopter fölött, úgyhogy nem igazán értettem, hogy mit csinál. Nem is vált fegyvert. Csak követi. Az enemy helikoptert. Nem értem. Na, hát akkor nézzük inkább, hogy a Földön mi történik. A TDS. Betámadta a torgyot. Szép volt. Viszont az összes többi pont villog. Na, Scorpion valamit. Hát csak röpköd egymás körül a két helikopter. Na. Nézzük, milyen van. Smart Rockets és Heatseekers. Na, ilyet sem láttunk még. Ez így folytatódik, akkor az iramos helikopter hamarosan leküzdi őt. Hát ilyen helikopterezést sem láttam még. Nem igazán értem. De valami viccelődés akar lenni. Nézzük az Iran szemszögéből. Hát Eugab ezt próbál. Na! Hát végre! Végre Scorpion odavágott egyet. A TDS-nek egy pontja van, az Iramnak pedig három pontja van, gyerekek. Nagyon gyorsan le fogunk pörögni, ha nem próbálunk minél gyorsabban valami pontot foglalni. Hát a helikopterre kiáll pontot foglalni. Mondjuk legalább droppolhatna róla valaki. Nézzünk egy kis infantri harcot. Jarez nyerte ezt az infantri harcot. Igen, ott volt. Mike borsot, Zozi lekéselte egyszerű nemességgel. Kettő pontja lesz pillanatokon belül a fiúknak.
ismét egy késelés mutatott be a TDS, hát kérem szépen Blilíroznak. Nem értem, hogy a helikoptert nem használják droppolásra. Nézzük meg külső nézetből, hogy mi történik. Eladja a helikoptert. A TDS-es fiú úgy nézem, hogy eladja a helikoptert. Így van. És Folci befejezi a mondatot. Ezt nem értettem, hogy ez mire volt jó. Eugabesz és Folci a levegőben. Folci. Eldobta a helikoptert. Folci mindenkit megölt. És most egy élesztést is bemutat. Hát villognak a pontok. Nézzük infantriba, mi történik. Nem tudom, tehát ki lett írva a meccs elején, hogy Olli pisztoly, mert egyfolytában csak pisztolyozásokat látok. Lehet, hogy ezt megbeszélték a fiúk, hogy legyen Olli pisztoly. Vicces minden esetre. Ha ez így történt, akkor... akkor gratulálok a két csapatnak. Nézzük meg, hogy a Béla ponton ki fog nyerni. Még egy késelés. Jön a TDS. Ott hagyja a tankot. Kiszáll a tankból. Szerintem itt valami viccelődés történt. Három pontja volt egy pillanatra a TDS-nek. És az iram pörög lefelé. Igen, úgy látom. Igen, azt láthatjuk, hogy itt Olli pisztoly van, mindenki pisztolyozgat. Érkezik a TDS-es tank. Ő is kiszáll, ő is ott hagyja a járművet. És belemegy az Olli pisztolyos sztoriba. Hát, gratulálok a fiúknak. Három pontja van a TDS-nek. Én egyébként azt gondolom, hogy gratulálok az iramnak, Eugabesznak. Nálam, hogyha ez az ő ötlete volt, ugye láttunk már tőle ötletet. Ha ez az ő ötlete volt, akkor nálam, amit elcsesztek, úgymond a Razor elleni meccsnek a megcsúfolásán. Azt tudom mondani, hogy nálam visszaszerzett egy jó pontot ezzel az ötlettel. Igen, talán azért nem lövöldözték egymást a helikopterek olyan nagy bőszen, mert megbeszélhették ezt a dolgot. Hát három pontja volt a TDS-nek egy pillanatra, azt is láthattuk. Igazániból szó nélkül vagyok. Ezünk egy pisztolyos affért ismételten. Ott van. Szép volt, szép lövés volt TDS Clyde részéről, gyönyörű szép volt. Erre szépen jönnek a füstök. Ég a beton, Jarez megérkezett egy ismételt pisztolyos párbajra. Ebből nem sokat látunk. Eugabesz érkezik a helikopterrel, mint egyeduralkodó. Azt hittem, hogy a sajátjait fogja meglőni. 2-2 zászló van, és Cecil pont villog. Fej mellett halad a két csapat.
Érkezik a TDS helikoptere. A TDS-nek ismét 3 pontja lesz egy pillanatra, ha minden igaz. Igen, itt valami baráti viccelődésnek lehetünk szemtanúi. 2-2 pontja van a két csapatnak, és fej-fej mellett haladnak ismételten. Hát reméljük, hogy azért a következő körben lesz egy kis élvezet a dologba. Picit élvezetesebb lesz a dolog. A TDS hatalmas erőkkel megérkezett ide a ladárpontra, és ismételt pisztoly párbajba lekéselték, kérem szépen, kiszállt, lekéselték. Most viszont az iram kezd bekeményíteni, és a TDS-es vezetést megpróbálják visszafordítani. Ott van a tetőn. Újabb helikopterfáknak nézünk elébe. Ledöntötték a tornyot is. Uff! Hát ez gyönyörű löpülés volt. TDS húzza Cecil pontot, vagy Béla pontot. Kettő-kettő pontja van a két csapatnak. A szokásos ledöntött. Ha! Kérem szépen. Itt már minden van.
ismét történik egy pontcsere. És még mindig fej-fej mellett halad a két csapat. Hát későn vette elő a... fegyverét. Szép volt. Senki nem talált el senkit. Az iramnak van 3 pontja. Bum. Ismét 3 pontja volt a TDS-nek.
Reméljük a következő körben egy picit látványosabb lesz a mérkőzés. Taktikál light és stílos, Jupiter, csak úgy jelzem. Nem tudom, hogy figyelmeztessem-e, de hát tilos. Ez elég viccesnek tűnik. Hát 48.
Nézzük, hogy a TDS tud-e fordítani. Szól a zene. Ha 3 pontja lesz a TDS-nek, akkor vissza tudják pörgetni ezt a 41 tikettet, ha minden igaz. Hét az állás. Nem tudsz. Teli van vízzel ilyenkor, ha ledöntik a tornyot. És 0-6 lett a végeredmény. Megkérdezzük azért a fiúkat. Lássuk a következő kört, az iram cseréje. Más is játszatnak.
szerintem sokunknak a kedvenc pályája volt ez a Battlefield 3-ban is. Ugye csak akkor a torony nem itt volt, és nem lehetett így felrobbantani, mint most. Hanem ott a háttérben láthatjuk kidőlve az eredeti Battlefield 3-as tornyot, ugye, mely mérkőzés végén mindig ledöntődött önmagától. És a tetején millió egy sniper fetrengett. Na, kiegészült az iram. Koviman karcos harcos érkezett játszani. Reméljük, hogy ez a következő már komolyabb harcot fog hozni. Annál is inkább, mert vicces volt a játék, vicces volt egyszer. De azért ez nem annyira izgalmas így ebben a formában. Lehet, hogy a fiúk jól érezték magukat. Na, most pirosban lesz a TDS, és kékben az iram. Kicsi elfáradtam már ma este. De hát ez van. És elérkeztünk a Battlefield 4 harmadik magyar kupa utolsó meccsének, utolsó köréhez. További játék már nem várható, hiszen az ő meccsük az utolsó. Ismételtem. Megköszönöm az összes résztvevőnek, szervezőnek, streamernek, játékosnak, mindenkinek, hogy jót játszottunk együtt sokszor. Voltak viták. Úgy látom, ez egy picit komolyabb harc lesz. A TDS helikopterét próbálták. A TDS hanyat vágta magát. Egy picit Jarez megpirította magát. Az iramnak két pontja lesz, a TDS-nek is két pontja lesz. Az iramos helikopter felgyógyította magát. Alattunk a tank, fordulj rá. TV-rakéta. Na, hát ez komolyabb harcnak néz ki. Ó, kérem szépen, nem is tudom, hogy ki kicsoda. Picit közelebb veszük a pályát. TDS két ponttal. Kisza bőrét megmentették. 2-2 pont. És az iramos tank, aki be van bugolva egy picit, érkezik. DNS pontra érkezett. De inkább ott hagyja. Jupiter droppol.
teherautó mögött nem biztos, hogy nagy biztonságban lesznek. Úgy van. Megvárja, amíg rászületik valaki. Így van. Mindenki meghalt Aladáron. Tizennégy élete van. Jó időben rakta fel a védelmet. Nagyon... Megötted van. Fülhallgatót vegyél fel, Mastercard író. A TDS helikopterrel foglalja a pontot. Elemi helikopter ott van szembe, fel kellene emelni. Kismavozták. Csak összetörik azt a helikoptert. Ismét fejfejben lett halad a két csapat. Most az iramnak van kettő darab tankja. Ugye, mint tudjuk, az ő tagja be van magolva, srác Attila. Nézzük Brugóét. Brugóé nincsen. De is húztak a másik két pontot. Abszolút infrával megy, folyamatosan Brugó. És most a Jeepnek mellé lőtt. Az iramnak három tankja van, még a TDS-nek egy. A pontok állása pedig az lesz, hogy 3-3. Négy. Mindjárt 4 pontjuk lesz, ha ezt így folytatja a TDS. Harcos tévéje mellé ment egy picit. Hát ez már nem menthető meg. Kettő-kettő pont.
Egyelőre, ha csak 10 tikettel is. De bevezet az iram. Akartam mondani, hogy kellett volna javítani azt a járművet. Godfathers mavia mellé ment. De jön vissza az a helikopter, de Godfathert ez nem igazán érdekli. Csinál egy túrát a pályán. Érkezett a Singer. TDS felszívja magát. És nagyon gyorsan elkezd pontokat húzni. Aminek a következménye az, hogy pillanatokon belül lesz 3 pontjuk. Polci csetezik. Droppolt. Esett az iramostan, a TDS elkezdi visszahúzni a pontot, mert ugye egy pillanatra az iramnak volt több pontja. Már jönnek utána erőteljesen, csak ő nem hallja a futkározást. Szép lett volna azt a helikoptert lelőni. Ebbe a pillanatban lőtték le. Illetve nem tudom, hogy mi történt vele. 3 pontja van a TDS-nek. Pillanatokon belül, és akkor elkezdik visszapörgetni a iramot. Persze az iram sem rest. És kezdi foglalni a következő pontot. 2 tankunk van. Srácok tankja még mindig bebabolva. Top Launcherrel, Clyde Burst, lekapta Euga Best. És mennek a pontcserék, még mindig az iram vezet. 10 pár tikettel. Ki fogják RPG-zni ezt a tankot.
Brugó, kérem szépen, egy lóirányzott lövéssel kiszedte a TDS helikopterét. Viszont a TDS nagyon nem akarja feladni. Az iram tankja eltévedt egy picit, srácati tankja. Három pontja van a TDS-nek. És elkezd lefelé pörögni az iram. Polci érkezik Cecilbe. Húzó zónába. De már van itten TDSS. Hát kérem szépen, nem tudom, hogy mi fog történni. Már nem bírta lerakni az aknát. A Masterkart Hero mellé ugrott egy picit. Eltévedt. Itt a leéledő tank. Hát egy gyönyörű helikopterezést láthattunk. Eugabesz. Meghalt Eugabesz. Kettő-kettő pont ismételt el a két csapatnak. Srácati tankját jó lenne már kilőni, mert... Ez mellé vált. Szép volt. Viszont a TDS van ismételten Cecilán. És már jön a segítség neki. És visszafordította a kést. Gyönyörű, szép volt. Ez a jelenet. Itt spawnolnak. Kettő pont a meccsállása. Le is spawnoltatta a TDS a csapattársa DNS-re.
Lobogó tankozásából láthatunk egy kis ízelítőt. Érkezik Zozi a tankkal, rugó megférkezésére. Rugó tankja esett. Srácati már itt van a pontnál. Ledöntötték a tornyot. Egy helikopter fightot látunk. Folci lelőtte a TDS helikopterét. És a tankjukat is. Hát... négy pontja volt szinte majdnem egy pillanatra. Most esett a TDS tankja Cecilán. Viszont újabb pontot húznak, szöknek. Polci droppolt valahonnan. Polcit lelőtték. Scorpion Dragon megvárja az éledőpont. Gránát. Előtték. TDS tankja húzza DNS pontot. Emelt feljebb. Puff! Folci Abrams-el! Gyönyörű szép lövés mutatott be. Tank ellen az édes kevés lesz. 139. Null az iram javára. Ezzel 3-0 hozták a kupánk utolsó mérkőzését.
Hello, hello. Jó estét kívánok, Polci. Jó estét, jó estét. Szervusz, Tibi. Szia, Gabesz! TDS-től jön valaki? Reméljük. Na, hát elnézést kérek még egyszer így utólag is. A keveredés miatt nem tudtam, hogy melyik meccs, meg orra, meg hány méter. És véletlenül a 8-18-tól kérdeztem meg a közvetítést. Azt hittem, hogy velük fogtok játszani. Hát, hogy keresztapujék megcsinálják. Hát mondom, jó van, akkor ez a meccs is rendezve van, úgyhogy szépen elmentem BF egyezni Milánnal. Akkor Forci megszakította ezt az örömöt. Nem olyan jó az a BF1. Hát figyelj, de nem tudom, hogy most 16-án állítólag új pálya jön, bejön a hardcore mód, szerverbérlés is beindul. Kíváncsi, egy szervert mindenféleképpen akarok, hogy egyáltalán hogy néz ki ez az egész sztori. Érdemes-e vele további abban foglalkozni, hogyha ez a szerveres, de ez nem jön úgy be. Majd megvárom, hogy te elindítod. Pedig nem bérelek semmit. Amíg nem, hogy mondjam. Hát majd ahogy itt meg tudunk beszélni, hogyha ha sikerül ezt a dolgot megcsinálni, és nem teljesen kötött akonthoz, hanem lehet admin jogot adni esetleg, és más is rá tud nézni, akkor majd esetleg csinálok nektek is. Jó. Így vezetőknek, másik klánoknak, akik akarják esetleg, hogy legalább nézzék meg, hogy hogyan néz ki, vagy hogyan működik. Igazándiból nálam ez a választó víz, mert ugye eljátszadozok vele, oké, elhűlünk, elökörködünk, meg talán egyre többen meg is veszik. A csapatból most is hallottam ma is két-három embert, aki azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy mégis megveszi. Emlékszel még, Tibi, a beszélgetésünkre? Melyikre? Kettővel ezelőtt, amikor a BF1-ről kérdeztél? Igen. Na most mit látsz a BF1-be? Ha emlékszel, még akkoriban mondtam, hogy nem nagyon lesz benne tartalom. Igazániból ugye 2-3-4-5 emberrel tudunk egyszerre felmenni, tehát jó esetben egy squaddal fel tudunk menni játszani. A squaddal, hogyha a hasonló módon csinálod, mint a BF4-ben, akkor elég szép eredményeket lehet elérni, azt gondolom. Nem az eredményről van szó, mert mi kiteszünk készkorot is, mert mindig az a probléma, hogy ezt a szart se tudtam csinálni rögtön elsőre, hogy ha nem tudsz becsatlakozni arra az emberre, aki elcsatlakoztál, igaz-e, nem tudsz bemenni a squadba, akkor nem tudsz sehova bemenni. Igen, de tehát mint mondtam ezt a 16-át, tehát most nem csak térképet kapunk, tehát olyan térképet, akit mindenkit megkap, tehát nem kell hozzá prémiumos legyél, hanem jön egy új pálya, meg tám valami új játék. Igen, és azt mondták, hogy a patch-el jönnek javítások is. Tehát ugyanez volt most is, beléptem a játékba, Milánra joinoltam. Igen, nem volt ehhez squadba. És nem voltam squadba, nem tudtam létrehozni squadot, nem tudtam rámenni, semmi. Következő körbe gondolkodunk, hogy jó lenne most már tényleg egy squadba lennünk. Mondom, hogy megnézem már, hogy akkor hogy áll a dolog, és kérlek szépen, akkor meg benne voltam a squadjában, annélkül, hogy beléptem volna bárhova. Picit késésbe volt. A tartalom nem tudni, hogy milyen pályák jönnek még. Egyébként szia! Szia! Igen, mert mi korábban már egy interjúban beszélgettünk Tibivel erről, mert érdeklődte, hogy mit gondolok a BF1-ről, még akkor nem jelent meg, még csak a bétán voltunk túl. Én nem azt, hogy nekem hiányzik, mert nekem, én leszarom, hogy éppen egy hőkövetős rakétával lehet lövöldözni, vagy mit tudom én, az engem nem nagyon izgat, hanem ez lesz a legnagyobb probléma ennek a játéknak, hogy több tartalom ebben nem lesz. Tehát egyszerűen nem tudnak bele többet rakni. Hát nem tudom. Nem tudom. Tehát megvannak azok a jó fegyverek benne, amikkel jól lehet lőni. Tehát elképzelhető, hogy lesz ebben még valami kupásdi, vagy ESL-es ESL-be
Nem tudom, nem tudom. Hát most, hogyha egy League of Legends-be, meg mit tudom én, miben indítanak ilyen játékokat, akkor lehet, hát, hogy ebbe is fognak. Tehát különösebben nem... Kipróbáltam, nem tudom, próbáltam a TDM részét. Leizó nagyon szeret TDM, ez vissza rá szoktam csatlakozni egyszer-kétszer. Úgy... hát ilyen... Szóval még ott sem jött, tehát láttam Marak nevetőt például. Aha. Láttam a maroknyi pályán Snipert, 10-et is, 24 emberből. Tehát nem tudom, még helyezkednek szerintem az emberek, nem tudják még, hogy... Tehát egy TDM nem a nevetőről szól, meg hát, Sniperről. Ez igaz, igaz. Tehát most a szerver bérlésnél majd ugye hogy az adminisztrációs dolgok ki fognak derülni, hogy mennyibe tudunk belenyúlni a játékba ilyen téren. Sok minden nem fognak engedni a Conquest. Hát ettől félek. Ettől félek én is. Úgyhogy ez a 64-es szerveren fel vagyok, és mind a két oldalon 20 ember a dombok oldalán fekszik egy sniperrel, tehát ez nem biztos, hogy annyira nyerő. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most a kezdetek kezdetén veri ugye a konzol a PC-t. Ezt folyamatosan ezt látjuk, hogy nagyon csúnyán veri. De tegyük hozzá azt, hogy hány, nem akarok jelzőt mondani, tehát hány olyan ember, aki 10-12 éves gyermek, és a szüleitől kisírta a játékot. És esetleg nem telik neki komolyabb PC-re, hanem vesznek ki egy 100.000 forintos kontrolleres, konzolos játékot, és akkor neki áll játszani, hogy neki milyen jó ez. Ez egyébként a squadokban, amikor csak úgy random bemész esetleg, akkor észreveheted, hogy nem születik rád, nem figyeli, hogy mögötted futnak, ott áll mögötte, oda se figyel, nem érdekli, lőnek körülötte, az sem érdekli. Szóval nagyon... Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fiatal igazándiból, aki ugye papíron nem is játszhatna a játékkal, játszik a játékkal egyelőre még. Tehát ez most az első pestnél ki fog derülni. Ők fognak leghamarabb ráhúzni amúgy. Igen, igen, és ezért gondolom azt, hogy ugye ennek a konzolos este enged az azt, hogy egy fél órát játszani dolognak előbb-utóbb vége lesz. És aztán megkomolyodik egy kicsit. Meg kell várni, hogy mit hoz ez a patch, milyen pályát hoz, milyen lesz az admin felület, hogyan tudod a szervereket bérelni. Valójában ez az összeg, amiket láttunk már szerintem többen kiírva, hogy ez most nem igazán tudtuk eldönteni, hogy ez 32-es, 64-es. Szerintem állítható lesz 64-től lefelé, hogy milyen... Igen, tehát ha... Hát ugye többen mondták, hogy ezek csillagászati árak, hát ugye ti béreltek szintén szervert. Hogyha ezek az árak lesznek egy 64-es szerverre, az teljesen baráti szerintem. Így van. Tehát konkrétan olcsóbb, mint a BF4 szerverek. Így van. Úgyhogy, és azt hiszem, ha minden igaz, akkor itt már csak a 60 Hz az alap. Igen. Úgyhogy én bizakodva tekintek mindezekre. De a gépportalnál megtették, hogy másfélszer a szorzója van a 60 Hz-es szervereknek, tehát az én is, nekünk is volt 60 Hz-esen itt ráadótól, de a gépportalnál ők, mert ESL, meg izé, azzal valami írtak a jó népet, és akkor másfélszeres áron, hát tudod. Hát igen, igen, én írtam, tehát én írtam nekik levelet, és egy ilyen nagyon lekezelő, nagyon szemtelen, választ kaptam, válaszoltak természetesen, mert ugye a G-portálnak az az előnye, hogy a 0-tól 24 óráig van a support, 10 percen belül válaszolnak, megoldják, segítenek, oké, ez szép és jó, gondolom van ott egy-két ember, aki ezzel foglalkozik, de az, hogy azt mondja, hogy ők annyira jók, tehát az ő szerver bérleti rendszerük annyira jó, és ők annyira tökéletesek, hogy ők, nekik igazából nem kell foglalkozniak azzal, hogy melyik másik cég mennyire adja. Ők ennyire adnak. Ha tetszik, jó, ha nem, akkor el lehet menni. Konkrétan egy ilyen választ kaptam tőlük. Hát a Nitrádónak meg a hátránya, tudod, hogy... Igen. Hát a 8-4-ig vannak, az csak a család. Tehát egy péntek késő este lehal a szervered, akkor nézhetsz hétfő reggel 8 óráig. Viszont amit még észrevettem,
inkább hogy a... beszéljünk a játékról. Oké, okay, még ezt, tehát a gépportálnál nem tudom, megfigyelted-e, hogyha egy olyat csinálnak, hogy dédoszolják a szervert, amikor olyan támadást kap, akkor leáll a szerver. Egyszerűen offline nem elérhető. Még a Dicrádolnál csak egy erőteljes lag tapasztalható, és ha pályát váltasz, akkor megszűnik a támadás. Na! Úgyhogy akkor... ezt is megdumáltuk. A mai meccs, a magyar, harmadik magyar kupának az utolsó mérkőzését láthattuk. Én megmondom neked őszintén, Gabesz, hogy lád legfőképp rád nagyon-nagyon haragudtam a Razor elleni tüntető mérgőzés miatt, de most ez a Olli pisztolyos dolog, ez azért visszahozott a népszerűségi indexbe egy pár pontot. Nem is ő volt. Hát nem tudom, hogy ki volt, de ez úgy... Én megpróbáltam az inosokkal ellenkezni egy kicsit, hogy nem kéne gyerekek, mondom, komolyan kell venni ezt az izét, mert az egészet úgy akartak letolni, de aztán mondtam, hogy azért az egészet mégse. Uh-huh. Hát nem, ő közölte, hogy ő nem jön. Mondom, ha késpisztoly, akkor nem jövök, akkor fel még egy késpisztoly szerverre, azt akkor olyan szokott. De nem bántam meg, hogy belementem azért legalább az egy kör erejéig. Jó. Igaz, elrepkedtem magamnak a helikopterrel, az jó volt. Igazán, majd a közvetítésben vagy, illetve a feltöltésben látszik, hogy látom, hogy megjön a TDS-es helikopter, már meg nem mondom, mi volt a neve, forgolódik ott körülötted, aha, nem tudom, ki volt a helikopterre, látom, hogy méri. Tehát a Hitzikersnek a mérője rajta van, hát mondom, most fogja megnyomni, nem nyomja meg. Fordul egyet a helikopter, megint nem nyomja. Hát mondom, ez nagyon érdekes helikopterezés, nem igazán értem, hogy miért nem akar rálőni. Nem akartam lelőni, tehát ahogy hívják, amikor utána a következő résznél, nem is a Hitzikerrel lőttem le, a rendes nagy fegyverrel, nagy rakétával lőttem le, de akkor is csak disabled, de tehát nem is lőttem tovább. Disabled lett a helikopter, az jó van, kész, annyi. Hát. Akkor te mentél a besz a helikopterre? Persze, de nem is töltem le senkit, tehát... Nem, de a idegeinkre mentél, ne tudom meg. Le fog minket lőni, vagy ez támad, ez lő minket. Kész, az csak zavarkertés volt, nem lőttem le senkit. Csinálják, provokálnak, én mondtam a többieknek. Ettől függetlenül itt a kupával, ugye a TDS-nek a szereplésével kapcsolatban, hogy nyertetek mérkőzést? Nyertek, most. Talán nyertek is nyertünk egy-két. Igen. Na, tehát ezen kívül én azt hiszem, hogy a kupa első helyezettje mellett a TDS-nek is ki kell osztani egy első helyezést. Igen. Mert itt mindjárt beszéltünk arra, hogy közösséget építünk. Hát azt hiszem, hogy nem akarok csúnyát mondani, vagy bántani senkit, hogy az egyik leggyengébb összeállításba jöttek. Ennek ellenére végig harcolták az egész kupát, és igazándiból ez az, ami számomra azt jelenti, hogy ők is benne voltak ebbe a közösségépítésbe. Remélem, hogy nem is kell elbúcsúznunk tőlük. Megérdemelnek egy respektet. A következő esetleg BF1-es kupával kapcsolatban még úgy hirtelen szembe jutott egy mondat, hogy a szabályalkotást majd egy ilyen teljes líderi vezetéssel és szavazásos dologgal kellene megoldani. Tehát hogy mondjuk azt, hogy ne legyen Crime Missile, és akkor szavazzuk meg, hogy legyen vagy ne. Szerintem ez lesz a legtisztább, mert szerintem ezzel rengeteg sok probléma elkerülhető lesz majd. Akkor az a TS beszélgetésen jó, sokan leszünk. Hát... nem foci, azt nem úgy kell megoldani. Azt csak líder. Nem is csak líderrel. Azt úgy kell megoldani, mint az iramomban kitéve a szavazás, hogy tessék, te ott leszel a meccsen, így lesz, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Tehát ezt ugyanúgy meg lehet oldani a Facebook csoportban is, hogy amit most mondott TV, hogy tessék, akkor legyen ez a fegyver, és akkor kiszavaz rá, és kiszavaz ellene, és akkor csak a líder csoportban. Így van. Az megvan.
Ez az egyik felállás, a másik lehetséges pedig az, hogy választunk egy nemzetközi kupának a szabályzatát, és akkor azt egy az egybe átveszünk, és szerintem nem változtatunk. Hát igen, mert kicsit olyan fanolásos feelingje van a mi kupánknak, tehát nem az a hogy mondjam, nemzetközi szint. Tehát, szerint nem a szabályok a lényegesek, a tartalom a lényeg. Tehát én szerintem ne kapaszkodjunk állandóan minden szabályba, tudom én, hóigból 100%-ig tartsunk be a szabályokat, nem tudom én. Ha valamit menet közben változtatni kell, a líderek azt meg tudják beszélni, hogy gyerekek, ez az első szabályzat, de miért nem legyen az első kör, rögtön kijön az, hogy ne szabály használhatatlan, tehát nem jó. Hát igen, akkor esetleg lehet rajta puhítani, vagy olyan. Igen, hát hogyha ezt a többi líder is elfogadja, hogy ilyen módon alkalmazzuk, akkor azzal nincsen probléma. Lehetőleg minél kevesebbet változtassunk rajta, gondolom az azért olyan szempontból másabb, hogy az első egy-két kört valakik lezavarták valamilyen feltétellel, és akkor jön a következő mérkőzés, ahol mondjuk egy könnyítés fog történni, vagy egy nehezítés éppenséggel. Így van, mindegy, hogy melyik, csak az már látszik a meccsebből, mert míg élesben ki nem próbáltad, szerintem a szabályozat semmit se ér, csak egy írott masztag lesz. Miért élesben kipróbáltad, rögtön látszik, hogy mi a hibája, vagy esetleg az előnye, amin még lehet javítani valamivel, előnyire javítani a dolgot. Ezt meg lehet persze. Na, jól van, akkor elég késő este van. Én azt gondolom, hogy lassan be is fejezhetjük. Le fogom állítani a 2 perces készletet.